Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshonnan, mint a Bihari és a Jegenye utca sarkáról. Nem más lenne a téma, mint a 3-as villamos felújítása. És itt szembe láthatjátok ezt az útátjárót. A pacekra megcsinálták, megvannak a útfelfestések is, minden, ahogy az illik. A sínszálak is már össze vannak heggesztve. Szerintem, de mindjárt majd meglátjuk. Igen, itt vannak a elkezdésnek a nyomai, össze is van köszörülve, megtörtént mindenhol, ott is, a túloldalt is. Láthatjátok, hogy itt megújult a vágány is természetesen. Nem csak az útátjáró alatt, hanem itt mellette is még egy 5-10 méteren. És ott jön a 3-as villamos. Fog vissza a 62A-nak a végállomásán. Jó kis kaffocska. És már az új aszfalton sétálok. Megnézzük itt a túlvégét is. Még a tárcsa kint van, hogy nem járható a útszakasz. Ide raktak valami dobozokat is. Gondolom valami érzékelő doboz. Lehet, de aki ért hozzá, azt megköszönöm, hogy a kommentben leírja, mert én nem értek hozzá. És itt is megvannak a heggesztések, úgy szinte túloldalt is. És itt van a kaffocska, itt fog vissza. Megnézzük innen is. Így néz ki az útátjáró, nagyon prímán meg van csinálva. Ott megy egy Volvócska, egy 3-as villamos pótló autóbuszocska. Na hát így fest az útátjáró. És ahogy jöttem, még a hizalóvágányok előtt láttam, hogy itt van a sínküszörű is. Szóval meg fogjuk lesni azt is, megkérdezzük, hogy merre mit dolgoznak a úri emberek vele. Valami gépmenet volt, azt hallottam itt a háttérben. Na, menjünk a következő munkapontra. Így néz ki innen a Bihariról. Láthatjátok, még behajtani tilos van. De szépen meg van már csinálva. Ez, amit láthattok, ez egy sínköszörű. Pont jöttem ide megörökíteni a 3-as villamos felújítását, és megláttam a gépet. Gondoltam, hogy megörökítem nektek. Rengeteg, rendesek voltak a dolgozók, megengedték. Az a lényeg, hogy ők ne legyenek benne. Egy pár évvel ezelőtt már örökítettem meg, akkor a 2-es villamosnál dolgoztak, most a 3-ason. Érdekes egy szerkezet. Metróba is tudják használni minden vonalon. Kérem őket idáig a megállóig, és aztán haladok tovább a következő munkapontra. Hármas villamos pótló.
hogy lezárják az utat, lehet. Igen, lezárják az utat. Kiálltak az útra. Eddig követtem volna a gépet. Remélem tetszett ez a kis jelenet. Na itt van a köszörű. Pont elhaladt itt az új résznél. Mindjárt mutatom nektek. Most tart a másik új átjáróhoz. Na, és ami az előző videóban még fülthelye volt a aszfaltozott bejárónak, az mára elkészült. Láthatjátok, ez se a strill átjárós megoldás, hanem aszfaltozva van. Össze vannak heggeszve a sinek, ezért tudnak köszörülni rajta mindegyik. És itt van a következő útátjáró, ez is már meg van csinálva, le van aszfaltozva, ott épp azon halad át a sínköszörű. Szóval napokon belül itt át lesz adva én szerintem a forgalomnak a szakasz, mert már elkészültek a felújítással. Itt is jól látható, hogy össze vannak hegesztve a sínszálak. Szép aszfaltozott útátjáró, nem strill, hát nem tudom miért ez, de mai nap 2022-ben inkább ezt válasszák, mert ez olcsóbb. Csak ezt nem lehet olyan szépen megbontani, mint a másikat, mert azok csavarkapocsal vannak össze. Sorozva, ezt meg csak sérüléssel tudod bontani. Na hát így néz ki az útátjáró. Na, leállították a masinát. Remélem tetszett ez a videó. Tartsatok velem egy következő videóban is. Ha gondoljátok, akkor plusz képanyagért kattintsatok rá a Herla Fanatic Facebook csoportra. Most készítem a fényképeket, és ha költöztetés, akkor Herbát István is fia, minket hívjatok, kérlek, referencia anyag a Facebook oldalonkon, és ne feledjétek el, hogy hétvégén 29.30.31 Ráckeve Aquapark Icarus Picnic lesz Balián modell rendezésében, mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Szerintem ez a videó ezt pénteken fog kimenni. Ma szerda van, holnap már van egy videóanyagom, de akkor is gondoljátok, gyertek le egy napra, két napra, ahogy gondoljátok, de ha több napra jöttek, akkor viszont regisztrációt kéne kitölteni. Az azért kéne, mert hogy tudjuk, hogy hány sátorhely kell, mert limitált úgymond a sátorhelyek létszámmal, nem csak mi leszünk a kempingben, hanem mások is lesznek rajtunk kívül. És oda kell figyelni, hogy na, hogy ne legyen elég a hely. Innen is lövök egy képet, meg a másik oldalról is. Na jó, van, ennyi lett volna ez a videó. Szerintem egy jó összetett volt. Volt benne sínköszörű is, megmutattam az útátjárókat, hogy megcsinálták. Hát, többet nem tudok nektek elmondani, csak azt, hogy tartsatok velem egy kövi videóban. Sziasztok, Herla voltam innen a... Hát innen a 10. kerület, azt hiszem. És megy a gép újra.